próbálja meg egy kört venni, úgyhogy a kutya a kör közepe felé van, szépen csinálni egy kört vele itt középen, lehet egy határozott tempóba menni vele, nagyon jó, látható a kutya mozgása. Korra, nemre, fajra való tekintet nélkül érkeztek egymás után a kutyák gazdáikkal együtt. A zsűri nem csak a megjelenést, az ebek viselkedését, reakcióit is értékelte. Igazából a rendezvény egy keverék kutya szépségversenyről szól, nem a szépséget nézzük nyilván, nagyon sok kategóriát összeállítottunk, a kutyusok különböző kategóriákban lépnek fel, Csiba Zsolt a bíró, aki végigviszi az eseményt, van három zsűritagunk, akik zsűrizik a kutyusokat, ők felvonulnak, nézzük a küllemet, a kutyagazdi páros, lesznek külön díjasok, mindenki, aki nevezett kap majd valami ajándékot, emléklappal és oklevéllel térhetnek haza. A három fő zsűri egyik tagja volt Királyfi Péter állatvédelmi referens, aki szerint jó volt látni azt, hogy a menhelyes kutyák közül szinte valamennyi szerető gazdihoz került. A felelős állattartás ugye ebből indul ki, hogy ápoljuk őket, gondozzuk, stb. Tehát lehetne sorolni az egész végig, hogy milyen feladatai vannak egy kutyatartónak. Természetesen ugye ezek a kutyák, mivel befogadott kutyák, ezeknek még mindig kell nagyon sok esetben a nevelés, a neveltetés, de látjuk, hogy nagyon jó gazdákhoz kerültek. És azért ez örömmel telít el bennünket, hogy nem minden kutya sorsa, amelyik elveszett, vagy megunták, kidobták, vagy akár bármilyen más probléma miatt menhelyre kerül. Nagyon jó dolog ezt látni, hogy olyan gazdákhoz kerültek, akik tényleg méltóak arra, hogy tartsanak állatot, és teljes felelősséggel tartják az állatot. Saubedina és Angyal a menhelyen találtak egymásra még 2019-ben. Angyal tanulékony, sőt, engedelmességi vizsgát is tett. Ez annak köszönhető, hogy az ebbel gazdája szinte folyamatosan foglalkozik. Nagyon sokat foglalkozom vele, heti 2-3 kutyaiskolára elmegyek vele, az egyik győri kutyaiskolába, de ha van rá lehetőség, akkor az ország több pontján több iskolát is kipróbálunk. Másnak is ajánlott, hogy érdemes menhely kutyát választani, igaz, hazavinni? Igen, csak ami nagyon fontos az, hogy foglalkozni kell velük. Sajnos a menhelyi kutyáknak vannak azért előéletei, arra figyelnie kell a gazdinak nagyon, és ezt, hogyha szükséges, korrigálni időben. Dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere is kilátogatott a rendezvényre, elismerően szólt az állatmenhely munkatársairól. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, örülök, hogy ilyen sokan összegyűltek, és annak is, hogy az eső ilyen rövid volt. Úgyhogy mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, mert fantasztikus kutyák vannak, és a gazdák még fantasztikusabbak, hiszen elvitték a kutyákat a menhelyről, és szeretik őket, és társként kezelik. Nekem is van 2 kutyám otthon, akik mentett kutyák, és hát meg egy csomó papagájunk, úgyhogy pontosan ismerem, hogy mi az érzés. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm a menhelynek azt a fantasztikus munkát, amit évek óta végeznek. És hát csak annyit mondanék el jó hírnek, hogy minden eddiginél nagyobb támogatási összeget különítettünk el a költségvetésbe, amit hamarosan nyilvánvalóan ezt ki is fogunk osztani majd. Az idei keverékkutya szépségversenyre közel 60 gazdi nevezte kedvencét.